Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. A választ megadják itt a madarak. Utalnak a levegő elemére, meg lesz a könnyűség, lesz közeledés, szembenéztek egymással. Amit ez a kártya még jelent, ez a beszélgetés. Ő közölni akar veled valamit, keresi a társaságodat, beszélni akar veled. Ezek a beszélgetések itt utalhatnak másokra is, mint például valakikre az ő környezetében, a háta mögött, lehet, hogy valaki pletykálkodik. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható a ravasz róka jelentheti azt is, hogy valaki figyelgeti őt, a háta mögött valaki pletykálkodik, ő erről majd beszámol neked, amit ez a ravasz róka jelent, hamis emberek a háttérben, és jelentheti a negatív gondolatokat, vagy a negatív érzelmeket is. Itt ezen a helyen, a második kérdésnél érzelmekről van szó, tehát negatív érzelmekről, mint például félelmek, bizonytalanságok, vagy féltékenység. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt ő áll a középpontban, és mivel ennyire bizonytalan és vannak félelmei, elvárja azt tőled, hogy te észrevedd őt, hogy felfigyelj rá, hogy megkapja az elismerést, hogy biztos legyen a dolgában. A negyedik kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket, ha egy hölgy vagy, akkor ez a kártya azt mutatja, hogy mennyire varázslatos a kisugárzásod. Legyen meg a magabiztonság, a könnyűség, ez a férfi imád téged, feltekint rád, hiszen így hatsz ki rá. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.